Felkérem Szabó Judit Ágnes szociológust, hogy tartsa meg előadását. Az előadás témája esélyteremtés a nők és az idősek számára. Én sem tudom, hogy mivel megy ez tovább. Nem próbáltam ki. Tehát ezt nyomom csak, hogy előre akarok. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Elég nehéz már ilyen utolsó előtti előadóként ilyen nagyon komplex témák után megszólalni. Én is követem ezt a gyakorlatot, hogy két mondatban bemutatkoznék. Gyógypedagógus, szociológus vagyok, illetve ezek után egy ilyen esélyegyenlőségi kommunikációs szakot elvégeztem, és azért mesélem ezt el, mert valaha pályám kezdetén 32 éve családgondozóként kezdtem, és akkor lettem a családgondozók szakfelügyelője, aztán városi szinten egy ilyen irányító referens lettem, aztán eljutottam egészen a minisztériumi főosztályvezetésig. Tehát mindig próbáltam tágabb, nagyobb-nagyobb hatással lenni ugyanabban az egy dologban, amit családgondozóként elkezdtem. A kiszolgáltatottság az, ami engem munkára sarkal, hogy a kiszolgáltatottság leküzdésére, annak az enyhítése. Azt gondolom, soha, mint van az a görbe, ami sose éri el, de tart az origót, hogy ez is az, hogy soha nem fogjuk teljesen megszüntetni tudni az emberi kiszolgáltatottságot, de fáradhatatlanul dolgozni kell azon, hogy ezt enyhítsük. És mikor ott hagytam a minisztériumot, akkor így gondolkodtam, hogy merre lehet még nagyobb, tágabb hatáskörben dolgozni, és az volt a vágyam, hogy egy ilyen médiában helyezkedem el, hogy esélyegyenlőségi kommunikációval foglalkozom. Ezzel ebből Magyarországon nem lehet megélni, úgyhogy szabad úszó szociológusként részben és részben alkalmazottként dolgozom, viszont ha már nem fogadott be a média, akkor nagy örömmel elemzem. És az elemzésem tárgya az a sztereotípiák, mégpedig elsősorban ezeknek az esélyegyenlőségi területeknek a nagyon károsan és nagyon nagy örömmel és kélyesen a média által kélyesen alkalmazott sztereotípiák bemutatása. Úgyhogy egy kicsit gondolkodtam, hogy önök, akik itt vannak, és akiknek majd el kell készíteni a saját településük esélyegyenlőségi tervét, úgyis meg fognak kapni ezektől a mentoroktól minden segítséget ahhoz, hogy maga az a terv konkrétan a lehető leggyümölcsözőbb és szakszerűbb legyen, hogy egy kicsit kacsincsunk ki ebbe a mai előadásba ezekre a sztereotípiákra, mert ezekről nyilván kevesebb szó esik majd az esélyegyenlőségi programok során, pedig úgy gondolom, hogy ez a tudati meghatározottság sokkal erősebb, mint hinnénk. Nagyon érdekes témát kaptam, mert azt kaptam, hogy a nők és az idősek esélyteremtéséről beszéljek, erről a kettőről együtt. Választhattam volna azt a megoldást is, hogy a rendelkezésemre álló 20-25 percben 12 percet beszélek az egyikről, 12-t a másikról, de ez valahogy túl egyszerűnek tűnt, és ezért gondolkodtam, hogy mi az, ami ezt a két területet összefűzi, a nőket és az időseket, és azt gondolom, hogy a generációk közti kapcsolat. Ugye tavaly eleve az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás éve volt az Európai Unióban, de úgy látom, hogy idén is indítanak ilyen generációk közti párbeszéd programokat, mert nem lehet eléggé sokat tenni azért, hogy egy társadalomban, egy helyi társadalomban, vagy akár az EU nagy társadalmán belül a generációk folytassanak egymással párbeszédet, erre majd még később kitérek. Egy pár adatot szeretnék mondani, hogy a nőket és az időseket még más adatszerű dolgok is összekötik. Ezen a generációs kérdésen kívül Magyarországon az átlag életkora a ma magyarul 2011-ben a férfiak átlag életkora 39 év körül volt, a nőké pedig 43. De még megdöbbentőbb különbséget látunk, hogyha a várható élettartamot, az átlagos várható élettartamot nézzük, a 2011-ben születetteknél a férfiaknál 70-71 év körül van, a nőknél 78, és ez az átlagos várható élettartam. Tehát azt jelenti, hogy valahol egyszer a nő politika és az idős politika össze fog találkozni szükségszerűen, hiszen nagyon sok oka van, és erről sok elemzést találhatnak az interneten, vagy olvastak is már, hogy a nők hosszabb ideig élnek,
Tehát egy kicsit cinikusan azt mondhatjuk, hogy az idős politika az egy nőpolitika, de igen, igen. De a középpontban annak kell mindig állni, amit itt ma minden előadó elmondott, a közösségnek. És azt hiszem, hogy bármelyik szakpolitikából a közösség az, amelyik profitál. Elsünk túl még egy pár adaton, mert a számok mindig olyan komoly dolognak tűnnek. Nézzük meg a foglalkoztatottságot. Miért is van napirenden ez a téma? 62% körül van a 15 és 64 év közti férfiak foglalkoztatottsága, a nőké 52%, ami hát magáért beszél, de még érdekesebb ez az inaktivitási adat, amit most ne bonyolódjunk bele, hogy mit jelentsen az inaktivitás. Elég az hozzá, hogyha Magyarországon 43%-a a 15-64 év közti nőknek inaktív, és az EU átlag, ugye az EU-t mikor kimondjuk, nyilván nem a jelenlevők, akik szakemberek, de úgy mindig valami nyugatra gondolnak az emberek, mikor azt mondjuk, hogy EU valami vágyott húzóerőre, pedig nem, mert ugye az EU átlagban Bulgária ugyanúgy benne van, vagy Szlovákia, mint Magyarország, és ennek az EU átlagnak a 35% a női inaktivitás. Tehát láthatjuk, hogy Magyarországon itt még nagyon sokat lehet tenni ezen a területen. Hozzátettem egy adatot, ami már a generációk közti kapcsolathoz köt minket, és tessék ezen egy kicsit gondolkodni, hogy az uniós polgárok 58%-a, érdekes módon a magyar polgároknak csak 55%-a úgy véli, hogy a következő évtizedekben a kormányok nem lesznek képesek kifizetni a nyugdíjakat és az idősekről való gondoskodást. Ez egy friss felmérés. Hozzá kell tennem rossz májúan, hogy, és erre semmi adatom nincs, ez a szubjektív magánvéleményem, hogy Magyarországon azért csak 55% ez a vélekedés, mert még mindig nem gondoltak bele az emberek. Mert még mindig nagyon sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíj az, amit a postás hoz. És én amikor ezzel az esélyegyenlősségi kommunikációval szerettem volna foglalkozni, nagyon sok neves média, főleg online médiát megkerestem, és kérdezték, hogy hát és miről kéne írni, mi lenne az a téma, ami fontos lenne. És hát mondom, a nyugdíj például. És így néztek rám neves újságírók, hogy nyugdíj, hát kit érdekel a nyugdíj? Mondom, hát az idősek pénzügyei, a biztosítási ügyek, hitelügyek, hát ez hogy. Sajnos megelőztem a koromat, mert másfél évre rá tele lett a sajtó a nyugdíjügyekkel, hogy most akkor hogy is működik ez, most a legfrissebb hír ugye, hogy a egyéni nyugdíjszámlát a kormány elindította 2012-es dátummal. Most már egy kicsit kezdünk erről olvasni, tanulni, hogy a nyugdíjat, azt vagy egyszer, vagy a befizetéseink halmozottak föl, amit visszakapunk, vagy az adott, minden évben adott generáció össz megkeresett pénzét osztják szét. De további, tehát a postás ebből a kettőből tud csak meríteni, és erről azt hiszem, még mindig nincsen elég társadalmi tudatosság, ez fontos lenne. Nézzük meg egy kicsit, mit jelent az, hogy nők, ugye nők. Hát erről nagyon sok mindenkinek kimondom ezt a szót, hogy nők, sok minden eszébe jut. Mik azok, amik ezt az egész egyenlőségi kérdést így egy kicsit csak ilyen villanófényben körüljárhatjuk, mik határozzák meg? Van egy nagyon erős félelem a gyerekvállalástól. Amiatt, hogy egzisztenciálisan nagyon sokan félnek, hogy vagy elveszítik a már meglevő munkájukat, vagy nem találnak megfelelő munkát akkor, hogyha kisgyerekes anyaként kell fellépniük a munkaerőpiacon. Erre okuk is van, én ilyet soha nem láttam, de nagyon sok fórumot olvasok, és nagyon sok etágyú cikket, ahol még mindig állítják fiatal munkavállalók, hogy megkérdezik őket az állásinterjún, hogy akarnak-e gyereket, és mikor akarnak gyereket. Tehát ez azt hiszem, ilyen nem fordulhatna elő egy Európai Uniós tagállamban. Én nem hallottam ilyet, de nagyon sok helyen állítják ezt.
Tehát ez az egzisztenciális bizonytalanság, ez mindenképpen labilissá teszi a nő munkavállalói szerepét. Valamit le kell győznie egy erőt, vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba, ahelyett, hogy többé-kevésbé harmóniára törekedve élhetné a felnőtt életét. Nagyon fontos, hogy az úgynevezett szendvics generációban is a nők helyzete az, ami még szendvicebb. Ugye a szendvics generáció az a generáció, aki egyszerre támogatja a fiatal felnőtté váló gyerekeit és a szüleit, akik nyugdíjasak, vagy hát az idős kornak még elesettebb, még a sima nyugdíjaságnál esetleg még sokkal elesettebb szakaszában vannak. Tehát ez a szendvics generációnál elsősorban látjuk, hogy a nők vállára nehezedik az, hogy az idős szülőknek a gondozásáról gondoskodni kell. Nem biztos, hogy ő személy szerint gondozza, de hogy gondoskodnia kell, ez mindenképpen egy női szerep, és hát a fiatalabb generációnál is, főleg, hogyha gyerekgondozásba kell besegíteni baba felügyeletbe, akkor ez elsősorban a nőket érinti. Az ápolási díjat csak így föltettem erről, most ebben ne bonyolódjunk bele, nyilvánvalóan minden önkormányzati szakember tudja, hogy a nők elsősorban, akik igénybe veszik ezt, áldás és átok az ápolási díj, de mindenképpen így a nők mellé oda kell tennünk, ezt nem hagyhatjuk ki, hogy erről ne beszéljünk. Nagyon fontos kérdés, ebben végképp nem kell belebonyolódni, de legyen a fejünkben, a saját jogú nyugdíj és ez az özvegységi problémák. Ugye a saját jogú nyugdíj akkor magas, hogyha valaki egy szép szakmai pályát be tud futni, hogyha ott pénzt tud keresni közben, de ha hol ettől rettek, hol attól rettek, hol ezért, azért kell egy visszafogottabb röppályát befutnia, akkor nyilván a saját jogú nyugdíja is jóval alacsonyabb lesz, mint egy férfinek, aki a mai statisztikai adatok szerint a férfiak jövedelme jóval magasabb, tehát nyilván az ebből következő saját jogú nyugdíj is. Viszont mivel a nők élnek tovább, ezért nyilvánvalóan, hogy nagyon sok özvegy van, és egyáltalán ma Magyarországon az egyszemélyes háztartások száma minden életkori kategóriában, tehát nem csak ez a divatos szingliség, ez a 30-as egyszemélyes lendületes háztartásoknál növekszik a számuk, hanem az idősebb korban is nagyon növekszik az egyszemélyes háztartások száma. Ezt aki tudja, hogy ma már lassan egy fizetésből is nagyon nehéz egy háztartást fönntartani, és amellett kultúrával, sporttal, szabadidővel, mindennel úgy együtt élni, egy egyszemélyes nyugdíjból, még özvegyi nyugdíjjal is nagyon nehéz. Tehát ez is a nőkre hárul többségében. Most átmegyünk az idős ügyre, itt egy külön vallomással tartozom önöknek, nem is nekem kéne ezt a vallomást megtennem, hogy az Európai Unióban mást hívnak idősnek, mint az ENSZ WHO definíció szerint, mert van egy idős munkavállaló nevű kategória, amitől én nekem rémálmaim vannak joggal, mert magam is 55 éves vagyok. Tehát egy 45-50 fölötti embert ebben a terminológiában idős munkavállalónak neveznek, és mint ilyen hátrányt élvez, azt, hogy hátrányt szenved, azt látjuk mindannyian, majd egy kicsit kitérünk, hogy ebben azért vannak már lépések. Nagyon, nagyon lényeges, hogy a mai középkorú generáció egy előzmény nélküli generáció, különösen megint a nők, akiknek rövid időn belül 10 évet növekedett a nyugdíjkorhatáruk. Ugye belegondolunk, hogy nemrég még 55 éves kor volt, és most már akik most 55 évesek, vagy annál fiatalabbak, azoknak 65 év lesz. Ez egy nagyon nagy változás az egész pályafutásban, és nagyon sok pozitív vonása van ennek. Akkor, hogyha az a nő jó helyen, jó ízűen dolgozni tud, akkor valóban azt gondolom, hogy a hosszabb életkorral együtt ez egy pozitív, ez egy lehetőség arra, hogy egy jobb szakmai pályafutást fusson be. Nem mindenkinek adatik ez meg, majd erről még lesz szó. Nem néztem meg az órát, hogy most még hány percem van. Van még? Most jelt le? Egy kicsit még.
De később kezdtem el sokkal. Tehát 10 percem van még, igen. Igen. Akkor erre csak így nézzünk rá, oda tettem egy ilyen munkavállaló nőt, hogy milyen ma Magyarországon, nekem mindig ez jut eszembe, hogy a nő az egyensúlyoz. Annak ez, ha akar, ha nem, nem minek van tehetséges. Ugye a sztereotípiák, azok, ez a gyerekesző sokat hiányzik, ezek a legáltalánosabbak, annak is, aki esetleg nem is akar, vagy nem is tud gyereket szülni, az is magán hordozza ezt. És vannak pozitív sztereotípiák, ez a rugalmasság, konfliktus megoldó képesség, illetve az, hogy egy nő képes többfelé figyelni. Ezek a pozitív sztereotípiák, ezek öngólok is, mert ezek bizonyos munkakörökre predesztinálják a nőket. Egyszer egy, ezt elmondom, egy ausztrál nőt megkérdeztek, hogy hogyan lett feminista. És azt mondta, hogy ő úgy lett feminista, hogy mikor a 68-as párizsi diáklázadások voltak, ő ott Ausztráliában akkor volt diák, és ők is lázadtak, mozgalmat alakítottak egyetemi bölcsészkaron, és hogy 3 nap múlva mégiscsak valahogy úgy alakult a dolog, hogy a nők gépeltek és kávét főztek, ugyanabból az egyetemi tankörből gyerekes senkinek nem volt, nagyszülője se senkie, fiúk, lányok, egyetemisták összeültek, és 3 nap múlva már a lányok kávét főztek és gépeltek, a fiúk pedig okosan gondolkodtak, hogy hogy legyen tovább. És hogy akkor abban az volt az a pillanat, amikor eldöntött, hogy feminista legyen. Nem kell mindenkinek feministának lenni, de ha ezt megnézzük, ezeket a tulajdonságokat, tiltakozzunk. Én azt mondom, hogy az ilyen pozitív sztereotípiák ugyanolyan károsak lehetnek, mint a negatívak. Most áttérve az idősebb munkavállalókra, ott milyen sztereotípiák vannak. Ugye ez már unosontig ismert, ez az öreg kutyának nem lehet új trükköt betanítani, hülyeség. Tehát ha megnézik a képzettség, hogy a képzésen milyen arányba jelentkeznek 40-50 éven felüliek, nyilván jelentkeznek, mert jobban ráérnek, mert a munkaerőpiacon akarnak maradni, de ez a sztereotípia él. Van egy ilyen sztereotípia, hogy lassúak, ezt nem is minősítem, hogy betegesek, és hogy rugalmatlanok. Ezeket egyenként meg lehetne vizsgálni, én nem kerestem adatokat erre, ezekre a paraméterekre. Én azt látom, hogy betegállományban például bizonyos munkakörökben, nem a nehéz fizikai munkakörökben, hanem szellemi munkakörökben a 40-50 éven felüliek sokkal kevesebbet mennek el táppénzbe, mint a 30 alattiak. Több a szabadságuk viszont. Pozitív sztereotípiák, hogy egy idős munkavállaló az hűséges, és van egy ilyen mítosz, ez a képzett szaki mítosz, Isten bocsássa meg, egészen a csoszogéig vinném ezt, hogy egy másfajta erkölcsiséggel rendelkezik. Ezek megint olyan pozitív sztereotípiák, amik egyrészt tényleg nagyon pozitívak, másrészt meg egy kicsit így lesajnálóba is átfordulhat, mert azt mondják, hogy hát igen, az volt az igazi, ahogy még ők megtanulták egy mai, nem tudom én, cipőipari szakmunkás az hol áll egy öreg Schusternek a tudásához képest, de valahol ezzel beteszik abba a múltnak, az aranyló múltba ezeket a ma dolgozó, meg ma élő embereket. Akkor erről most nem beszélek, erről nagyon sokat tudnék, erről magában 25 percet tudnék erről, de akkor csak így nézzenek rá, hogy legyünk óvatosak a sztereotípiákról. Egy mondatot mondanék, hogy az a lenti generáció ott, aki mulat. Ugye arról mindig elfeledkezünk, hogy a mai rock generáció az 60 és 70 év között van. Tessék megnézni, nem csak a Szörényi Levente, meg a Beatles együttes és a Rolling Stones tagjai lettek 60-70 évesek, hanem ott a nyugdíjasok az önök településén is, és nem biztos, hogy még mindig a magyar nótában vannak így bele gyökeresedve. Az EU... Nyilván találtam egy ilyen idézetet, de Isten bizony, egy hiteles idézet, hogy az EU polgárok 2/3 úgy nyilatkozott, hogy a média elmélyíti a nemzedékek közötti konfliktust. Ezt én is úgy gondolom, hogy mivel a média egyrészt hetszekre orientált,
Én most nagyon budapesti példát mondok, másfél évenként fölmerül, és minden újság boldogan 27-szer lehozza, hogy a nyugdíjasok ne utazhassanak csúcsidőbe a buszon meg a villamoson. Szóval, hogy, és akkor ezt hányan elmondják utána, hogy azért ebben van valami, mert itt tülekednek. De hogy ő a gyerekéért megy, esetleg az unokájáért azért, mert a gyereket túlmunkát, vagy hogy ő maga dolgozik, meg egyáltalán kinek mi köze hozzá, hogy hova megy, hát ugyanazzal a... Na. A másik vonulat a női foglalkoztatottság. Nem hozok példákat, nem tesz jót a női foglalkoztatottságnak az élszínészektől kezdve a politikus nőkön át, hogy mindig minden interjúban a családi szerepek bekerülnek. Nem tesz jót, mert a férfiaknál nem teszik mellé, hogy és milyen apa jön, és szombat délután mit csinál a családjával. Nem, ezt a nőknél kap ez hangsúlyt csak. És ez nem jó. Tehát mindig visszanyomja oda, hogy ez az első a fakanálnál itt a polgármester asszony, ahogy mondta. Tehát ez, ha nem is mondjuk azt, hogy az való a kezébe, de fölmutatjuk neki abban az interjúban a fakanonat. Sokat lehetne beszélni az 50 körüli, én fölhívnám a figyelmüket, lehet, hogy egyszer majd más keretben, egy más előadásban nagyon hosszú témát megérdemelnének a középkorúak, tehát ez az 50 körüli emberek. Én most akkor itt ezt a szöveget nem ismétlem meg, tehát ha kiesnek a munkaerőpiacból, majdnem, hogy azt mondom, hogy nagy esély van, hogy elvesznek, és erejük teljében a tényleg az orvosi rendelő folyosójára, a papucsba és az otthonkába beleszorulnak, és nem tudnak kimozdulni onnan. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani szerintem azokra, akik 50 körül elveszítik a munkájukat. Nagyon nagy szerencse, hogy miközben itt azt hiszem a mai első előadásom volt, hogy a forrásokért való harc teszi a társadalmi életet, és különösen fájó, hogy ezekért a forrásokért generációk is versenyeznek egymással. Ezért külön példamutatónak találom a magyar kormánynak azt az intézkedését, hogy a járulék kedvezményeket egyszerre három csoportnál, pontosan ezeknél az érzékeny csoportoknál vezette be, vagy sérülékeny csoportoknál, a 25 év alattiaknál, a kisgyermekeket nevelő szülők anyáknál, és az 55 éven felülieknél. Tehát ez pontosan egy olyan intézkedés, ami nem engedi, hogy a generációkat kijátsszuk egymás ellen, miért fontosabb ez, vagy a másik. Fölhívnám a figyelmet, hogy a munkatörvénykönyvet definiálja az atipikus foglalkoztatási formákat, és nem csak kismamáknak lenne létjogosultsága a részmunkaidőknek, otthoni munkáknak és a rugalmas formáknak. Például nagyon sok vita van mostanában a vasárnapi munkavállaláson, hétvégi munkavállaláson. Szerintem nagyon sok középkorú ember elvállalna ilyen atipikus formát, akár részállást is, inkább mint a semmit. Családi napközik, gyerekintézmények fejlesztése, ez nyilván banális, hogy mennyire fontos. Hogy mennyire fontos az, és én azt gondolom, hogy a generáció közti párbeszédnek az önök azok, akik a legnagyobb érdekeltjei a helyi önkormányzatok. Mert a község az közösség, és hogyha ott a generációk nem működnek együtt, nincs sűrűre szőve a társadalom szövete, akkor nincs községük, nincs közösségük. Lehet, hogy van önkormányzatuk, meg vannak választó polgárok, de községük nincsen. Az idősek, tehát most nem az idős munkavállalók, hanem a valóban idősekre vonatkozólag olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogyha esélyegyenlőségi lehetőségeket keresnek, javaslom, hogy keressék meg az 58/2004-es ESCMBM rendeletet, ami az idősbarát önkormányzatokról szól, annak a díjnak az eléréséről. Ugye az itt jelenlevő Györpán Elemér úrral közös munkában dolgoztuk ki 2004-ben ez egy díj. De maguk a lehetőségek azok nagyon jól felhasználhatók most az időseket érintő esélyegyenlőségi intézkedésekben. Én csak annyit mondanék, hogy az első, a második és a harmadik a közszolgáltatások elérése. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy egy állampolgár ne érhesse el a közszolgáltatásokat. Beleértve a közlekedést is. És lehetne sok szépet beszélni erről, de ezt megtalálják ott.
nagy divat manapság, mindenhol Einstein idézetekkel találkozom, és akkor így gondoltam, hogy én is azzal zárnám. Ugye Einstein azon aggódott, hogy a technika lesz az, ami a világon majd a személyes kapcsolattartást kiüti a helyéből, és egy generációnyi idiótát termel. Én azt gondolom, hogy a technika mellett mindenfajta kirekesztés, szegregáció és hátrányos megkülönböztetés legalább ugyanannyira akadálya lehet a személyes kapcsolattartásnak, úgyhogy ne feledjék Einstein aggodalmát. És köszönöm a figyelmet. És van egy blogom ez a sztereotípiák, hogyha valakit érdekel, és ott remek ilyen sztereotípiákat lehet mindegyik esélyegyenlőségi, ez a magán blogom, minden esélyegyenlőségi területről találni, és szívesen várom a további javaslataikat, ott tudnak velem kommunikálni. És köszönöm a figyelmet!